Dombóváron az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tartott ünnepi megemlékezés csendes koszorúzással kezdődött. A szoborparkban Kossuth Lajos szobránál helyezték el az emlékezés koszorúit város elöljárói, helyi szervezetek képviselői és a megemlékezők. Különleges az idei március 15-e, és sajnálatos aktualitása van a szomszédunkban dúló háború miatt. És ami elsőnek eszembe jut az idei ünnepről, hogy a márciusi ifjak 12 pontjában benne volt, hogy magyar katona ne kerüljön külföldre, hanem csak honvédőháborúban vegyen részt. És ez összekapcsolódik azzal a gondolattal, amit szerencsére megélünk ma, hogy Magyarországnak eltökélt elhatározása, hogy ebből a háborúból kimarad. És ilyen módon a márciusi ifjaknak ezen követelése az teljesülni is fog, és ez nagyon örömteli. Azzal együtt, hogy rettentően szomorú ez a háború, és nyilván mindent el kell követni, hogy minél előbb vége legyen a vérontásnak. A Városi Művelődési Központban folytatódott a megemlékezés, ahol a Tolna megyei szakképzési centrum, Apáczai Csere János Technikum és Kollégium műsora emlékeztette a jelenlévőket, a márciusi ifjakra, a szabadságharc hőseire. Magyar Falviné Haszonics Krisztina hívta fel a nagyszámú közönség figyelmét arra, hogy Jókai, Petőfi, Vasvári mellett számos hölgy, feleség, anya vette ki a részét a különleges történelmi pillanatból, sebesülteket ápolva, aggódó anyaként vagy férjeik odaadó támaszaként. A reformkor nemzeti lelkesedése természetesen a magyar nőket is magával ragadta. Sokan aktív részesei voltak a márciusi forradalomnak, többen fegyverrel harcoltak a szabadságharcban. Mindannyiunkban tiszteletet ébreszt az az óriási lelkesedés, erő, akarat, önfeláldozás, amivel a magyar szabadság kivívásáért küzdöttek. Sokan a tragédiából való felocsúdást követően talpra álltak, és minden energiáikat a nemzeti emlékezet ébren tartására fordították. Voltak, akik sohasem feledtek, és nem tudtak megbocsátani a hóhérnak, Ferenc Józsefnek. Az iskola által összeállított műsorban a diákok a nők szemszögéből mutatták be az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legfontosabb pillanatait, helyszíneit, érzéseit. Napra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok. A magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Az apácaisok által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulójára összeállított műsorban megelevenedett többek között a magyar nőnevelés egyik úttörőjének, Teleki Blankának, valamint a tábori kórházak főápolónőjének, Kossuth Lajos legfiatalabb húgának alakja is. A esti hírlapban megjelent felhívásomra a nők tömegesen jelentkeztek ápolói szolgálatra. A helyzetem sajnos nem könnyű. A hadsereg vezetői közül többen vonakodnak egy nőnek engedelmeskedni. Mégis én európai viszonylatban is úttörő módon szervezte meg a hadiápolást. Dombóváron méltóképpen emlékeztek az 1848-49-es szabadságharc hőseire.